Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Kivégzett hattyú állatkínzás miatt nyomoz a rendőrség. Halálos veszélyt hozhat a szüret, fontos szellőztetni a pincéket a mustgáz miatt. Szekszárdi szüreti napok, több mint 70 ezer látogatóra készülnek a szervezők. Guruló kiállítás, 20 ezeren látogatták meg az atomenergiát bemutató kamiont. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egyre valószínűbb, hogy még élt, tehát megkínozták a Szekszárdon lefejezett és megégett hattyút. Az állatot egy információs táblára kötözték, így hirdetve a vandalizmust. A rendőrség állatkínzás miatt rendelt el nyomozást az ügyben. Ha kiderül, hogy ki vagy kik ölték meg brutális módon a védett állatot, 3 év börtönt is kaphatnak. Egy vastag műanyag madzaggal kötözték össze a hattyú lábait. A védett madárnak a fejét is levágták, és a tollain látszik, hogy megpróbálták megégetni. Hattyú tollak a parton egy nagyjából 1 négyzetméteres területen. Itt emelhették ki az állatot a tóból. A tetemhez még aznap forgatásunk után nem sokkal a rendőrök is kivonultak. A kollégáim a bejelentést követően azonnal a helyszínre érkeztek, ahol azonban a hattyú tetemét már nem találták meg. Ennek ellenére teljes körű agyagyűjtést és helyszíni szemlét folytattak le, ennek során elsődlegesen azt állapították meg, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Az ügyben viszont akkor feljelentés kiegészítést rendeltek el, és közben újabb információkat is begyűjtött a rendőrség, amikből arra következtetnek, hogy a hattyú még élt, amikor kiszedték a vízből, és csak később ölték meg. A szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője az adatokat mérlegelve úgy döntött, hogy az eset kapcsán állatkínzás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben büntető eljárást kezdeményez. Az igazságügyi elmeorvosi szakértő szerdán azt mondta, hogy aki ilyen kegyetlenül képes egy állatot kivégezni, az az egész társadalomra közvetlen veszélyt jelent, akár embert is ölhet bármelyik pillanatban. Aki egy állat megkínzására képes, az gyakorlatilag már eléggé közel van ahhoz, hogy akár embernek is fájdalmat, sérelmet, kárt okozzon. Alapvetően olyan szadisztikus ösztönök kerületnek felszínre, teljesen fékezetlenül, gátlástalanul, amelyek egy bármilyen másfajta társas érintkezésbe vagy társas interakcióba is ugyanígy felszínre kerülhetnek. A szakértő abban is biztos, hogy a hattyút meggyilkoló állatkínzó nem indulatból végezte ki az állatot, hanem előre eltervezte tettét. Nagyon súlyos abból a szempontból is ez, hogy itt egy folyamatról van szó. Tehát nem egy egyszeri indulatból elkövetett bűncselekményről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki egy hosszantartó folyamatot végigvitt, és ebben a hosszantartó folyamatban semmilyen mentális kontrollja nem volt, semmilyen mentális fék nem lépett életbe. Ha kiderül, hogy ki vagy kik gyilkolták meg brutális módon a táblára felkötött hattyút, tettükért akár 3 év börtönt is kaphatnak. Traktorral törte le az éppen lecsukódó sorompót egy férfi Pincehely és Tolna Némedik között. A fénysorompó már jelezte, hogy tilos áthajtani, ám a sofőrt ez nem érdekelte. Miután a sorompó letörött, ő egyszerűen továbbhajtott. A traktort vezető férfi korábban már állt bíróság előtt közlekedési szabálysértések miatt. Volt, hogy ittasan és kábítószer hatása alatt vezetett. A mostani szabálysértése miatt egyszer már kapott is ítéletet, tárgyalás nélkül pénzbírság. Ítélték. Később viszont visszavonta a beismerő vallomását, ezért a letört sorompóból most bírósági ügy lett. Az előkészítő ülésen a bíróság nyilatkoztatta a bűncselekmények kapcsolatban, melyet korábban elismert, azonban az előkészítő ülésen már tagadta azt, hogy a piros jelzés ellenére hajtott volna a sinekre, ezért a bíróság az ügyet nem fejezte be, tanúbizonyításra napolta el, és a tárgyalás még folytatódik. A Tolna megyei polgárőrnapon merült fel, miként lehetne tovább növelni a szekszárdiak biztonságérzetét. A város megkeresésére az egyik tékvándó klub önvédelmi tanfolyamot indít. Rácz Petra oktató elmondta, a 4 alkalmas programon az érdeklődők a legalapvetőbb fogásokat tanulhatják meg, amikkel megmenekülhetnek egy esetleges támadáskor. A tanfolyamot szombatonként a Babits Mihály Kulturális Központban rendezik meg. Életkori megkötés sincsen, alsó határt azt szabtunk, mert a nagyon pici gyerekek valószínű nem tudják ezeket a pár mozdulatból álló gyakorlatsorokat sem elsajátítani, tisztelet a kivételnek természetesen, de itt gyakorlatilag az izületek feszítésére fogunk mi játszani, tehát olyan mozdulatokat fogunk csinálni,
amely egyszerűen arra kényszeríti adott esetben a támadót, hogy elengedje a kezünket, ruhánkat, táskánkat, nyakunkat. Csalók élnek vissza az adóhivatal nevével, figyelmeztet a hatóság. A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz arról, hogy adathalászok kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A hatóság közleményében felhívta a figyelmet, érdemes gyanakodni az adathalászokra, ha az adó visszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus levelek, SMS-ek, hibás nyelvi fordulatokat, tegező megszólítást, értelmezhetetlen szövegrészleteket tartalmaznak, és bankkártya adatokat kérnek, ilyet ugyanis a NAV soha nem tenne, nyomatékosították sajtóközleményükben. 2018-ban 1656-an követtek el öngyilkosságot Magyarországon, 22-vel többen, mint 2017-ben. Szakemberek szerint a növekedés nem drámai, így elmondható, hogy az öngyilkosságok száma stagnál idehaza. A legfrissebb statisztikákat az öngyilkosság megelőzésének szeptember 10-i világnapja apropóján ismertették a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. Az adatok szerint 2010 óta több mint 30%-kal esett vissza a 100 000 lakosra jutó befejezett öngyilkosságok száma. Abban továbbra sincs változás, hogy jelentősen több férfi vett véget életének, mint nő, tavaly 1276, illetve 380. Egyre többen hagyják el a szülői háztartást. A 19-29 éves fiatalok 43%-a lakik a szüleinél egy pénzintézet felmérése szerint. Ez csökkenést jelent a korábbi időszakhoz képest. A felmérés több mint 6 éves történetében a szülőkkel élő fiatalok aránya folyamatosan 48-62% között mozgott. A fiatalok 57%-a él önálló háztartásban, jellemzően a nők és a dolgozó fiatalok. A szüret időszakához kapcsolódó mustgáz veszélyére figyelmeztet a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A mustgáz, vagyis a széndioxid, mint ahogy a köznyelvi neve is mutatja, a must erjedése közben keletkező szintelen, szaktalan, a levegőnél némileg nehezebb gáz, pont ezért egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, aminek a tünetei szédülés és fáradtságérzés. Ezeket eszméletvesztés, végül fulladás követheti. Egy liter erjedő must közel 42 liter széndioxidot termel, éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű azokba széndioxid érzékelőt is felszerelni. Fontos, hogy a pincékbe úgy menjünk le, hogy ellenőrizzük, hogy van-e benne elég levegő, ezt pedig vagy szénmonoxid érzékelő felszerelésével tehetjük meg, vagy pedig a jól bevárt régi gyertyás módszer is megfelelő. Ekkor azonban fontos, hogy ne magunk előtt, hanem kicsit lejjebb tartsuk a gyertyát, mert ahogy az előbb is mondtam, alulról tölti meg a széndioxid a helyiséget. Több mint 70 000 látogató érkezhet az idei szekszárdi szüreti napokra. 35 borász, 2 pálinkaház, különleges ételek és számos koncert, program lehetőség várja a fesztiválozókat szeptember 2. hetében, 4 napon keresztül. Az idei szüreti napok nem csak kulturális kínálatában tér el a többi fesztiváltól, hanem az árusok és színpadok elrendezésében is. Hatalmas tömeg tombolt a Szent István téren felállított színpad előtt a Halott Pénz koncertjén a tavalyi szekszárdi szüreti napokon. Idén is több 10 000-es tömegre számítanak a szervezők a nagyobb koncerteken, különösen a vasárnap esti Ákos koncerten, amire már most lehet tudni, hogy egy gombos tűt sem lehet majd lejteni a környéken. Különleges biztonsági intézkedésekkel készül a város, de szintén sok emberre számítanak a Republik vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjén is. Zsikó Zoltán, a szüreti napokat szervező Babits Mihály Kulturális Központ vezetője azt mondja, az idei szüreti napok nem csak kulturális kínálatában tér el a korábbi fesztiváloktól, hanem az árusok és a színpadok elrendezésében is, amiknél figyelembe vették a szekszárdiak véleményét. Az idejében számos változás lesz a szüreti fesztiválon, például az, hogy a Béla Király teret
szeretnénk meghagyni egy kicsit ilyen intimebb környezetnek, már amennyire egy ekkora tömegben ez lehetséges, de a kulturális kínálatot így alakítottuk ki, hogy inkább a népzene, a világzene, a jazz, inkább az ilyen szolidabb, magas kultúra legyen majd látható és hallható. A fesztivál más területén helyezik majd el azokat az árusokat, akik ebbe az arculatba nem illenek bele. Annak érdekében, hogy minél könnyebben tudjanak az emberek egyik helyszínről a másikra közlekedni, a sétáló utcában nem lesznek árusok, őket a Garai téren és környékén helyezik majd el. Egyszerűbb ételeket az August Imre utcában ehetünk, a Vidám parkot pedig a Prométheus parkban találhatjuk majd. Plusz parkolókat alakítanak ki a Luther téren és a Babits Mihály általános iskola előtt. A város és a szervezők célja az, hogy különleges, nívós és biztonságos fesztivál legyen az idei is, jelentette ki Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Célkitűzés, hogy minél biztonságosabb legyen a fesztivál, eddig sem volt gond, azt szeretnénk, hogy az idei esztendőben sem lenne gond. Ennek érdekében a megye rendőrfőkapitányúrral is egyeztettünk természetesen, és sokkal nagyobb rendőri jelenlét lesz, sokkal jobban biztonságban érezhetik magukat a fesztiválra látogatók. Úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, ez egy jó szervezett, profi, jó hangulatú és biztonságosan lebonyolódó fesztivál lehessen. Az idei szekszárdi szüreti napokat szeptember 12-e és 15-e között rendezik meg. 8 nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks 2 Atomerőmű ZRT guruló kiállítása, az atomenergiát és a Paks 2 projektet bemutató interaktív tájékoztató kamionra 2 hónap alatt csaknem 20 ezer látogató volt kíváncsi. A 8 állomásos fesztivál körút első állomása Sopron, az utolsó Szeged volt. Paks 2 interaktív kiállításának idei fesztivál körútja Sopronban a Volt Fesztiválon kezdődött, és a szegedi ifjúsági napokon záródott. A kamion járt a Balaton Soundon, az EFOTON, Debrecenben a Campus Fesztiválon és a Virágkarneválon, valamint a Mezőtúri East Festen és a Sziget Fesztiválon Budapesten. Az utazók kiállítása nyár utolsó 2 hónapja alatt csaknem 20 ezer látogatót fogadott. A tárlat a legtöbb érdeklődőt idén a Szigeten fogadta, ahol közel 3500 vendég tekintette meg. A nyári napi csúcsot a Volton hozta a kamion több mint 700 érdeklődővel. A magas látogatószám mellett fontos visszajelzés volt az a kérdőív is, amelyen a kiállítás vendégei összegezhették véleményüket. A válaszadók elsöprő többsége több mint 90% nyilatkozott úgy, hogy új információt kapott a kiállítás megtekintése során, és ajánlaná mások figyelmébe. A nyár végéig mindösszesen már mintegy 35 ezeren voltak kíváncsiak a guruló kiállításra, amely a legfontosabb információkat viszi házhoz az atomenergia biztonságos és klímabarát felhasználásáról. Azok, akik megfordulnak a kamionban, betekintést nyerhetnek a Paks 2 projekt eddigi eredményeibe. A látogatók tájékozódhatnak a Paks 2 beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól egyaránt. A vendégek fotókat láthatnak a projekt eddigi mérföldköveiről, megismerhetik többek között a 3+ generációs VVR 1200-as blokktípust is. A kiállítás egyik különlegessége egy kiterjesztett valóság alkalmazás, amely révén a vendégek a kihelyezett táblagépek vagy saját okostelefon használatával virtuálisan körüljárhatják 2 a Paksra tervezethez hasonló VVR 1200-as blokkot. A fesztiválokon ez is óriási népszerűségnek örvendett, csak úgy, mint az az új interaktív tábla, amelyen játékos formában lehet ismerkedni a Paks 2 projekttel. A Paks 2 kamion a fesztivál szezont követően folytatva országjárását az 5000 főnél nagyobb lélekszámú településeket keresi fel, illetve októberben ott lesz a Hung Expo-n, az automotív kiállításon és immár hagyományos résztvevőként a Csabai Kolbász Fesztiválon is. Kötetlen beszélgetésre várta a helyieket Tolna polgármestere a Hősök terén. A fórumon szóba kerültek a megoldandó feladatok és a jövőbeli tervek is. Az ősz közelettével egyre több a lehulló levél, amelynek elszállítása problémákba ütközik. Mondták többen a polgármesteri fórumon, amit Tolnán a Hősök terén rendeztek meg. Egy kötetlen beszélgetésre hívta Appelsoffer Ágnes Tolna polgármestere a lakókat, hogy közösen ötleteljenek arról, hogy a jövőben miken kellene változtatni a városban. Jöttek idősek, fiatalok mindenféle problémával, újdonságot nem mondtak. Tehát minden olyan dolog, ami felvetődött, erről tudomásunk volt. Arról nem feltétlenül, hogy ez ott helyben milyen problémát okoz, teszem azt az zöld hulladék elszállítása, tehát azt gondolom, hogy a szolgáltatóval majd egy kicsit leülünk és megnézzük, hogy tudnánk, akár egymást segítve, hogy tudnánk ezt a problémát megoldani.
Folyamatosan érkeztek a kérdések a két órás fórum alatt. Érezhető volt, hogy a város és a polgármester között élő kapcsolat van. Többen voltak azok, akik olyan problémákra tértek ki, amely ha nem is az egész város, de nagyobb területét érinti, tudtuk meg a polgármester asszonytól. Appelsofer Ágnes azt mondta, minden olyan problémára megoldást keresnek, amiben ők az illetékesek. De most jöttek konkrét dolgokkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami nem nagy anyagi teher, azt azonnal néhány héten belül meg tudjuk csinálni. Nyilván, ahol útépítésről vagy útfelújításról van szó, azt ott árajátat kell kérnünk, és meg kell néznünk, hogy a város költségvetésében mennyire fér ez bele. Több helyi panaszkodott zajos társaságokra, akik a Dunapartra vonulnak le. A polgármester azt mondta, hogy ha csendháborítást tapasztalnak, hívják a polgárőröket és a rendőröket, mert ők az illetékes szervek. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 13 évig lopta az áramot és a gázt, 130 milliós kárt okozva, akár 12 év börtönt is kaphat a férfi. Berepültek, gólyatáboroztak a leendő elsősök. Elismerték a baranyai labdarúgók eredményeit, ünnepség és változások a futballvilágában. Akár 12 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a pécsi férfit, aki ellen vádat emelt a pécsi járási ügyészség. A vádlott 13 éven át jogosulatlanul vételezett áramot és gázt úgy, hogy a mérőberendezések állását megváltoztatta, és hamis zárópecsétet is használt. Összesen 130 millió forint kárt okozott így a férfi a két szolgáltatónak, mely összeg nem térült meg. Egy ehhez hasonló teniszpályát működtetett az a pécsi férfi, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A vádlott a sportegyesület vezetőjeként a sportegyesület telephelyén és a mellette fekvő lakásán a villamos és gázfogyasztás mérő állását jogosulatlanul megváltoztatta azért, hogy a szolgáltató felé kevesebb fogyasztást mutassanak a mérőberendezések. Ennek érdekében a leolvasást megelőzően megváltoztatta, illetőleg hamis zárópecsétet is felhelyezett a mérőkészülékekre. A telephelyen, a sporttelephelyen többek között 4 teniszpályát befedő, nagy energiafogyasztású sátor is működött ezen időszak alatt. A férfi 13 évig 2003 és 2016 között vételezett ilyen formában jogosulatlanul áramot és gázt. Ezen időszak alatt szakértői számítások szerint összesen 130 millió forint kárt okozott a szolgáltatóknak, mely összeg nem térült meg. Az elkövetőnek a cselekménye többek között a lopás büntet minősített esetének a megállapítására, valamint egy bélyeg hamisítás vétségének a megállapítására alkalmas. A bűncselekmény büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Azonban a halmazati szabályokra tekintettel akár 12 év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság. Különleges módon rövid filmekkel népszerűsítik a szakdolgozói hivatást. A kampány célja, hogy minél több fiatal válassza ezt az áldozatos, de csodálatos szakmát. Az alkotásokat a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 6. tudományos kongresszusán mutatták be Siófokon. Fontos, hogy az általános és középiskolás diákok, valamint szüleik megismerjék az egészségügyi szakdolgozói pálya sokrétűségét, nehézségeit és szépségeit. Hangzott el a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 6. tudományos kongresszusán, ahol több mint 850 szakdolgozó vett részt. Az ünnepi megnyitón dr. Csányi Péter Endre, a szaktárca helyettes államtitkára hangsúlyozta. A kamara a szakdolgozói hivatást népszerűsítő filmekkel és kampánnyal nagyon sokat tesz a pálya népszerűsítéséért. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat bevonzzuk a pályára, a már pályán dolgozó kollégák megbecsülése, kiszámítható életpálya is nagyon fontos, de ez a munka az elején kezdődik ott, hogy a szakképzés magát és az egészségügyi pályát vonzóvá tegyük azoknak a fiataloknak a számára, akik mérlegelik a pályaválasztást. A kampány keretében rövid filmekkel, szórólapokkal népszerűsítik, mutatják be az egészségügyi szakdolgozói ágazat sokszínűségét. Vannak olyan területei a képzésnek és a szakképzésnek, ami nincs a gorcső középpontba helyezve, nagyon nehezen lehet róluk információt szerezni, holott nagyon érdekes, nagyon professzionális munkavégzést folytatnak ott a végzett kollégák. Ezeket a területeket mutatjuk be egyébként az ezévi kampányunk filmeinkkel és tájékoztató kiadványunkkal, hogy minél inkább
az ágy melletti területek mellett laboratóriumi, diagnosztikai területekre is csábítsuk a legújabb jelentkezőket. A Veled másokért kettő elnevezésű kampány a Tudományos Kongresszuson indult el, és ezzel egy időben a közösségi médiában, információs csatornákon, plakátokon szólítja meg a fiatalokat. Emellett papíralapon, kiadványok formájában a szülőkhöz és pedagógusokhoz is minél több tájékoztató füzetet juttatnak el. Szumó és íjászkodás is várta a Kaposvári Egyetem leendő hallgatóit, akik a bőszénfai szarvasfarmon tették próbára erejüket és ügyességüket. A gólyatábor mintegy 300 résztvevője több napon át ismerkedett a megyeszékhellyel, annak környékével és a Somogyi kampusszal. Erő és ügyesség is kellett a szumónál, ahogy a rátermettség a Bikarodeón is számított. Több feladatban bizonyítottak a Kaposvári Egyetem gólyái bőszínfán. Nagyon jó, csapatunk tökéletes, nagyon el vagyunk. Most már is nagyon meleg, de azért az nehezítette a körülményeket, de nagyon szuper minden. A gólyatábor ideje alatt a megyeszékhellyel, annak környékével is megismerkedtek a fiatalok, akikre számos próbatétel várt. Itt kint volt, amikor lovagolni kellett, volt szumós, volt cédulás elkapkodós, de tegnap például azt hiszem 10 vagy 11 állomásos játékon vettünk részt, és akkor is volt, amit ilyen kis tudásilag kellett megoldanunk, de volt, amit ügyességileg. Lovaskocsit húztak, de íjászkodtak is az egyetem leendő diákjai a vadgazdálkodási tájközpont programján. 18 csapatban mintegy 300 gólya mérte össze ügyességét itt. Csináljunk egy olyan próbatételt a fiataloknak, ami a hely jellegzetességeiből áll össze, és hát mi lenne más, mint a vad és a ló, meg a víz. Hát ezek köré szerveződik a játékoknak egy jelentős része. A gólyatábor az ismerkedésről és a szórakozásról szólt a fiataloknak, akikre pénteken már a hivatalos tanévnyitó vár a Kaposvári Egyetemen. Az MLS Baranya megyei igazgatósága ünnepélyes díjátadó keretében ismerte el idén is a baranyai labdarúgásban résztvevők teljesítményét, és átadták a Baranya megye labdarúgó utánpótlásáért díjat is. Az ünnepségen elhangzott, a korábbiakhoz képest több változás is történt a baranyai labdarúgásban. Immár hagyomány, hogy az MLS Baranya megyei igazgatósága elismerésben részesíti az előző szezon legsportszerűbb megyei csapatait és a bajnokságok gólkirályait, valamint idén hetedik alkalommal adták át a Baranya megye labdarúgó utánpótlásáért járó elismerést, melyet Szabó Balázs, a Vémint KSS szakosztály vezetője érdemelt ki. Volt, amikor meg is szűnt a csapat a 90-es években, utána 93-ban kezdtünk el egy új csapatot építeni, tehát akkor a semmiből indult úgymond egy utánpótlás csapattal, és akkor azt vittük fel a felnőttig, és azóta folyamatosan fönn vagyunk különböző osztályokba. Ladányi Patrika pécsváradi Spartacus U16-os korosztályú játékosa volt tavaly, és akár csak egy évvel korábban most is gólkirály lett, ezúttal 132 góllal. Patrik idén már az MB2-es Kaposvári Rákóczi esét erősíti. Hát úgy indultunk neki a szezonnak, hogy minimum egy dobogós helyezésnek mentünk neki, és végén jósültek ki el a dolgok, és első helyezést értünk el a csapattal. Az igazgatóság idén is kiemelten jutalmazta a sportszerűségi verseny győztes csapatait, köztük a Pellérdi esét, melyek egyenként 50 ezer forint értékű sportszer támogatásban részesültek. A Fair Play díj ugye a legkevesebb úgymond szabálytalanság, illetve fegyelmi vétség alapján úgy néz ki, mi voltunk most idén a legsportszerűbbek. Hát nem mindig, tehát hogy mondjam, van mikor, ugye ez a díj ez jó, de sok meccsen azért lehet, hogy az eredményesség szempontjából jobb lett volna, egy kicsit keményebben játszunk, de hát most ez így sikerült. Bogyai Zoltán, az MLS Baranya megyei igazgatóságának elnöke elmondta, több változás is történt a korábbiakhoz képest a baranyai labdarúgásban. A 2019-20-as szezontól megszűnt a negyedosztályú felnőtt bajnokság, de a megye háromban így 40 csapat küzd. A megye kettőben az egyesületek számára nagy könnyebbség, hogy már nem kötelező U19-es csapat indítása, csak egy gárdát kell versenyeztetniük, a 14, 15, 16 vagy 19-es korosztályok valamelyikében. Tovább erősödik a lányfoci is, hiszen Pécs régiós központtá válása a cél. És most lássuk, miről szólt a mai híradó röviden.
Kivégzett hattyú, állatkínzás miatt nyomoz a rendőrség. Halálos veszélyt hozhat a szüret, fontos szellőztetni a pincéket a mustgáz miatt. Szekszárdi szüreti napok, több mint 70 ezer látogatóra készülnek a szervezők. Guruló kiállítás, 20 ezeren látogatták meg az atomenergiát bemutató kamiont. A hétvégén borongós, változékony idő ígérkezik, zápor, zivatar is kialakulhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra!